Továbbra is pattanásig feszült a helyzet a Közel-Keleten. Izrael arra készül, hogy Irán és szövetségesei bármelyik pillanatban megtámadhatják a zsidó államot. Az izraeli kormány közölte, bármilyen támadás éri az országukat, azt meg fogják bosszulni. Kihívásokkal teli napok várnak Izraelre, ezt mondta Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök az izraeli kormány vasárnapi ülésének kezdetén. Egyben óvaintette Iránt és szövetségeseit, hogy megtámadják a zsidó államot. Izrael több frontos háborúban áll Irán gonosz tengelye ellen. Mindegyik szervezetére lecsaptunk már. Fel vagyunk készülve minden forgatókönyvre. Védekezésben és támadásban egyaránt. Újra elismétlem ellenségeinknek. Válaszolni fogunk és súlyos árat kérünk minden ellenünk irányuló agresszióért. Bármilyen frontról is érkezzen a támadás, reagált az izraeli miniszterelnök az iráni forradalmi gárda fenyegetésére, miszerint a teheráni vezetéssel szövetséges közel-keleti milíciák is részt fognak venni az Izrael elleni megtorlásban. A hadsereg teljes készültségét jelentette be az izraeli védelmi miniszter is. Felkészültünk minden eshetőségre, földön és levegőben is azonnal válaszolni tudunk minden támadásra. Ha megtámadnak bennünket, nagyon nagy árat fognak fizetni érte, fogalmazott az izraeli védelmi miniszter. Pattanásig feszült a helyzet a Közel-Keleten, miután Irán napok óta nagyon komoly megtorló csapásokkal fenyegetőzik. Teherán ugyanis azzal vádolja Izraelt, hogy a múlt héten Beirutban megölte Fuad Shukrot, a Hezbollah katonai parancsnokát, majd Teheránban Ismail Haniyeh Hamász vezetőt. Vasárnap hajnalban már voltak támadások. Legkevesebb 50 rakétát lőtt ki Libanonból Észak-Izraelre a Hezbollah terrorszervezet, de az izraeli rakétaelhárító rendszer ezeket megsemmisítette. Ugyancsak vasárnap egy palesztin férfi késes merényletet követett el az izraeli Holonban. A támadásban ketten életüket vesztették, a merénylőt lelőtték. Az izraeli hadsereg szóvivője közben bejelentette, a polgári védelemben mostantól új riasztórendszert fognak alkalmazni. Az új rendszer a személyes üzeneteken alapszik. Ez egy világszerte ismert rendszer, amely komoly veszély esetén figyelmeztető üzenetet küld azoknak a telefonjára, akik a veszély közelében tartózkodnak, fogalmazott a szóvivő. Izraelben közben a lakosság megkezdte az élelmiszerek és más alapvető cikkek felvásárlását, a hatóságok pedig felszólították a Jeruzsálemben élőket, tisztítsák ki az óvóhelyeket és készüljenek arra, hogy 90 másodperc alatt oda tudjanak érni. Egyelőre csak találgatások vannak arról, mikor kezdődhet meg a támadás és milyen mértékű csapást mérhet Irán izraeli célpontokra. A The Jerusalem Post Anthony Blinken amerikai külügyminisztert idézi, aki a G7-ek videótanácskozásán azt mondta, Irán és a Hezbollah támadása Izrael ellen hétfőn kezdődhet meg. John Kirby, a Fehérház nemzetbiztonsági kommunikációs tanácsadója pedig úgy nyilatkozott, nagyon komolyan kell venni Irán legfelsőbb vezetőjének, Ali Khamenei ajatollah felszólítását a bosszúra. Hozzátette, az Egyesült Államok nem hagyja magára Izrael. Amikor április 13-án Irán 300 rakétát és drónt lőtt ki Izraelre, az Egyesült Államok harci repülői a levegőben voltak és megsemmisítették ezeket. Most további haditengerészeti és légvédelmi segítséget küldünk a térségbe, hogy megvédhessük Izraelt, mondta Fox News Sunday-nak John Kirby. A hétvégén több ország, köztük az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Franciaország, Svédország és Jordánia arra szólította fel állampolgárait, hogy azonnal hagyják el Libanont. Úgy fogalmaztak, vegyenek bárhová repülőjegyet, amíg még működik a polgári légi közlekedés.